A demokrácia alappillére egy társadalomban a választás, a döntés lehetősége. Az, hogy magunk határozzunk arról, milyen mederben folyjon tovább szűkebb, tágabb környezetünk sorsa. A választás Magyarországon 4 évente ad erre lehetőséget. A lehetőséggel pedig élni illik, akár parlamenti, akár uniós, akár helyi önkormányzati választásról legyen szó, hiszen csak így érhetjük el azt, hogy saját sorsunk formálói mi magunk legyünk. A helyhatósági választás október 12-én vasárnap volt, s immár nem 4, hanem 5 évről dönthettek a szavazók. 5 évre választhattunk ugyanis polgármestert és önkormányzati képviselőket. 8 választókerületben 16 szavazókörben voksolhattak az önkormányzati választáson a ladányi lakosok reggel 6 órától este 7 óráig. Minden szavazásra eljövök, állampolgárként szerintem kötelességem. Ezt a szavazásokat mindig úgy veszem alapul, mint a őseinktől kapott ajándékot. Kaptuk volna meg, és ez szent kötelességünk, hogy a szavazati jogunkkal élhessünk, hogy a szebb jövőt alakítsuk ki az unokáink számára. Hát természetesen szívesen elmondom, a Fidesz pártra szavaztam, és a kereszténydemokratára. Tehát akkor elégedett a jelenlegi városvezetéssel? Igen, elégedett vagyok a vezetéssel. Majd fordul valamára kocka. Én nagyon meg vagyok elégedve a Fidesz-tel, én arra szavaztam. Én nagyon meg vagyok elégedve, mert olyan szépen fejlődik a városunk is. Nagyon szép minden. Miért érezte fontosnak, hogy eljöjjön szavazni? Azért, mert kötelessége minden magyar állampolgárnak, hogy szavazzon. Én azt nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert még mindig elmentem, hogy a sorsunk felől döntsünk. Én elégedett vagyok nagyon. Látszik, hogy Ladány fejlődik mindenbe, és hát bármerre megyünk minden, meg hát mindennel elégedett vagyok. Hát engem is érdekel az ország sorsa, meg hely, a helyi dolgok, hogy minden rendben legyen, aztán azért jöttem el. Hát elmondom, a Fideszre szavaztam, és Dombi Imréné, meg Rásol János. Ilyenkor tudjuk elintézni az ügyeinket, ennyi. Hát ilyenkor megbízunk képviselőjelölteket, akik majd intézik a települések, megyei szinten az ügyeinket. A nap folyamán városunkban fennakadás nélkül zajlott a helyi önkormányzati képviselők, a polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzat tagjainak választása. Este 7 órától a szavazókörök bezárása után kezdődött a voksok összeszámolása. Így az előzetes feldolgozás után a polgármesteri választáson Tombi Imréni, a Fidesz-KDNP jelöltje 3 kihívót győzött le, 2108 szavazatot kapott. Mögötte 2056 szavazattal Tóth Lajos független, 1225 szavazattal Rigán is István a Jobbik, míg 551 szavazattal Kincses László független jelölt végzett az utolsó helyen. Ilyenkor választásokkor ugye az emberben nagyon sok minden kavarog. Az első olyan választás volt, amikor nem csak magamért voltam felelős, hanem azokért a képviselőkért is, képviselőjelöltekért, akik a Fidesz-KDNP színeiben indultak. Ez egy olyan választás volt, amikor egy csapatnak együtt kellett mindent megtennie azért, hogy ne csak az egyéni választókerületek, nem a polgármesterség is úgy sikerüljön, hogy ahogy azt mindannyian szerettek volna. Én mindenkinek azt szeretném üzenni, hogy nagyon köszönöm azt a támogatást, amit kaptam ebben a ciklusban, ami mögöttünk van, és azt a fajta támogatást, azt a bizalmat, amit a következő időszakra kaptunk meg a püspökladányi választópolgároktól. Még egyszer köszönöm, és ígérem, hogy meg fogom hálálni, és ugyanúgy, ahogy eddig, nagyon sokat szeretnék dolgozni püspökladányért. A képviselők az előzetes eredmények után riporterünknek elmondták, hogy az elvégzett munka meghozta a gyümölcsét, hiszen a ladányi lakosok látják az eredményeket, fejlesztéseket, a megvalósult beruházásokat, és ennek okán szavaztak újra bizalmat nekik. Én úgy gondolom, hogy abban a körzetben lakó emberek nagyon tisztelik a munkát, és azt látják, hogy igyekeztem a kéréseknek megfelelni. Ezen kívül pedig én abban a körzetben lakom, azok az emberek, akikkel van módom nap, mint nap találkozni, szomszédaim, barátaim, olyan emberek, akiknek vagy a gyerekét tanítottam, vagy úgy gondolják, hogy a későbbiekben fogom, ezért ismernek, mint ahogy ismerték a szüleimet is. Ez biztos, hogy előjön. Nehéz volt számomra ez a kampány, nehezen éltem meg azokat az engemet lejárató szóróanyagokat, amelyek rombolták azt a képet, amit rólam sokan kialakítottak. Én hiszem, hogy a kampány után
ez elmúlik, mert nem tartom jónak, hogyha valaki úgy próbál előnyhöz jutni, hogy más embereket letapos. Én ezt nem tettem, nem fogom a jövőben sem. Harmadszor sikerült újrázni. Nehéz kampány volt, nehéz volt a választási nap is számomra, mert ide izgultam egy kicsit, de köszönöm a választóknak, hogy bizalmat szavaztak újabb ciklusra nekem, és amit megígértem, meg amikor bizalommal fordulnak hozzám, tehát nem, amit megígértem, fogom teljesíteni. Mindenkit megszólítottam, ugyanis ha nem is tudtam bemenni minden házhoz, minden portára, de mindenhova eljutottam. Na most, ha valaki nem volt otthon, akkor hagytam egy üzenetet, hogy hívjon fel, keressen, vagy én keresem, és ez ennek a visszajelzése számomra pozitív volt. Én azt gondolom, hogy ez a munka, de nem is a kampány munka. Tehát most egy kicsit visszatekintenék az elmúlt 4 évre. Én azt hiszem, hogy talán azért szavaztak bizalmat a választók, mert az elmúlt 4 évben próbáltam úgy dolgozni, úgy tenni, hogy a választók javára szolgáljon. Nem csak a választók kerületben, hanem a városban is, de nyilván a választók kerületek döntöttek most úgy, hogy nekem tovább bizalmat szavaznak. Én úgy gondolom, hogy az előzőkhez képest ez szorosabb volt. Én nagyon köszönöm a választóknak, hogy engem választottak, és azt gondolom, hogy meg is szolgáltam, meg is szolgálom a későbbiekben is a bizalmat. Az 1-es és 2-es számú választókerületben a Fidesz-KDNP jelölő szervezet által támogatott dr. Lente Péter és Rásul János szintén megnyerte a választást, így az egyéni választókerületben ők lettek az önkormányzati képviselők. Már korábban Dombi Imréné megkeresett engem, hogyha lehet, akkor az ő választókerületébe induljak, mint önkormányzati képviselőjelölt, és erre a kérésre eleget téve indultam el végül az idei önkormányzati választásokon. Első dolgomként még magam sem tudom, hogy mi lesz. Várjuk meg inkább azt, hogy kik is azok, akik a képviselőtestületet alkotni fogják, és milyen felállással fogunk dolgozni. Későbbiekben nyilván a polgármester feladata lesz az, hogy kire milyen feladatokat szab. Több mint 4 éve már házi orvosként dolgozom itt, és ahogy a betegeim is észrevették, több időt töltök Püspökladányban, mint Debrecenben. Gyakorlatilag haza csak aludni járok, olyan ez, mintha egy bejárós munkahelyen lennék. Jobban ismerem az itteni életet, a hétköznapokat, az itt élő emberek mindennapjait. Pont ma is azt mondtam, hogy már többen ismernek itt az utcán, mint ott a saját utcánkban, tehát ezzel szerintem semmi probléma nincsen. Én sokkal inkább Püspökladányinak érzem már magam, mint sem Debrecenének, Józsainak. A Fidesz képviselőcsoportjától kaptam a felkérést arra, hogy az eddigi tevékenységem alapján úgy vélték, hogy el tudom látni azt a feladatot, amely a 2-es számú választókerületben a képviselőről hárul. Felszegi doktor úr sajnos nem tudta tovább vállalni ezt a feladatot, olyan nagy megtiszteltetésnek éreztem, és örömmel elvállaltam. Úgy vélem, hogy nemes küzdelem volt, amelyben most a választók akaratából én kerülhettem be a képviselőtestületbe. Ezúttal szeretnék gratulálni a képviselőjelölt társaimnak. Én azt hiszem, hogy nagyon jól tükrözi ez a választási eredmény azt, hogy az itt élők szeretnék, hogyha az eddig megkezdett úton haladna tovább a város vezetése. Én azt gondolom, hogy az a fejlődés, ami az elmúlt években meghatározó jelenség volt városunkban, az emberek számára nagyon fontos, és szeretnék, hogyha ez a jövőben is folytatódna, kiszélesedne, és egy még kellemesebb, élhetőbb és sokkal kedvesebb arcolatú városunk lenne Püspökladány. Ezúttal szeretném tisztelettel megköszönni a választókerületben élőknek a bizalmát. Köszönöm, hogy rám adták le a voksukat, különösen köszönöm ezt a Darányi telep lakóinak. A választási győzelem azt tükrözi, hogy az emberek megértették, Püspökladány jó úton jár, mondta el riporterünknek Bodó Sándor, országgyűlési képviselő. Igen, természetesen több helyen nagyon nagy küzdelem volt, nyilvánvalóan minden jelölt megpróbált az utolsó tartalékait is mozgósítani, a választók pedig bölcs döntést hoztak. Nagyon szoros volt, úgy tűnik, az mindenképpen látszik már az első adatokból is, de a Püspökladányok mégis a folytatás mellett döntöttek, támogatják az eddigi vezetést, támogatják a kormány programját, nyilván a kritikát is meg kell érteni, amit megfogalmaztak, szerintem Püspökladány fejlődni fog tovább. A Püspökladányi 8-as számú választókörzet képviselője a függetlenként indult Kis Zsigmond lett, akit 3. alkalommal választottak meg a település részen.
most már harmadik alkalommal lettem képviselő, ha igazak a hírek, tehát mind a két körzetet, vagy kerületet, amin indultam, tehát ott megnyertük, és nagyon, nagyon köszönöm Kisoroni város lakosságának azt, hogy kiálltak mellettem, és újra bizalmat kaptam. A 3-as 4-es számú választókörzetben a Jobbik jelöltjei nyerték a választást, a 3-as számú választókörzetben Fenyves Vidor, a 4-es számú választókerületben pedig Balázs Sándor lett az önkormányzati képviselő. Őket szerettük volna megkérdezni arról, hogyan értékelik a választási sikert, de nem kívántak nyilatkozni. Hétfőn délelőtt Keserű László, a helyi választási iroda vezetője is megosztotta szerkesztőségünkkel a legfontosabb tudnivalókat a voksolás eredményéről. Településen szinten 49% volt a részvételi arány, tehát épp, hogy az 50%-ot nem ért el. Mert történt az önkormányzati választás itt a településünkön is, és a szavazókori jegyzőkönyveket, amikor a helyi választási bizottság a feldolgozás követően összegezte, meghozta a választási eredményi döntését, kitöltötte az eredményjegyzőkönyvet, akkor a helyi választási bizottság azt állapította meg, hogy Dombi Imréné Fidesz-KDNP jelöltje lett a város polgármestere. A második helyezett volt Tóth Lajos, ő független polgármesterjelölt volt, harmadik Rigán István, ő a Jobbik polgármesterjelöltje volt, és a negyedik Kincses László. Városunkban a képviselőtestület tagjainak száma 11 fő. A 11 fő képviselőből 8 fő egyéni választókerületben, 3 fő kompenzációs listán jutott mandátumhoz. A 8 egyéni képviselők pedig a következők lettek. 8 egyéni választókerület lett kialakítva a városban, ami azt jelenti, hogy választókerületből bekerülő képviselő egyéni képviselőként majd dolgozni a képviselőtestületben. Az egyes számú választókerületben dr. Lente Péter Fidesz-KDNP lett a képviselő, a kettes választókerületben Rásó János, szintén Fidesz-KDNP jelöltje, a hármas választókerületben Fenyves Vidor Jobbik jelöltje, a négyesben Balázs Sándor a Jobbik jelöltje, az ötösben Márkus Gábor Fidesz-KDNP, 6-osban Tóth László Fidesz-KDNP, 7-esben Petőné Pap Margit Fidesz-KDNP és a 8-as választókerületben Kis Zsigmond független. Kompenzációs listát azok a jelölő szervek állítottak Püspökladányban, akik legalább 5 választókerületben tudtak egyéni jelöltet indítani. Így kompenzációs listája lett a Fidesz-KDNP-nek, a Jobbiknak, a Püspökladány Jövőjéért Egyesületnek és a Szegények Pártjának. Tőlük kerülhet még be 3 fő a képviselőtestületbe. A kompenzációs listáról annyit tudok most még elmondani, hogy nincs eredmény. Ugyanis azt mondja ki a választási eljárásról szóló törvény, hogy a kompenzációs listás eredményt akkor tudja a helyi választási bizottság megállapítani, ha az egyéni választókerületi választói eredmények jogerőssé válnak. Na most ez az eredmény, ez holnap szerdán 15-én 16 órakor jöhet el, ha addig valaki nem ad be fellebbezést, és a választási bizottság ezt követően fogja kiosztani a kompenzációs listáról a mandátumot. Egyébként ennek megvan egy matematikai számítási módja, tehát lényegében azok a jelöltek, akik pártszínekben indultak, de nem lettek győztesek a jelölő szervezetben, erre a kompenzációs listára hozzák azokat a szavazatokat, amit kaptak, ezt nevezzük töredékszavazatnak, és akkor egy matematikai számítás alapján kerül kiosztásra. Tehát én most nem hivatalos eredményt fogok mondani, de mi is végeztünk számításokat, és vélhetően a Fidesz-KDNP, a Jobbik és a Püspökladány Egyesület kompenzációs listája fog egy-egy mandátumot még kapni. A megyei önkormányzati képviselőket a választó polgárok megyei listán választották. Ennek értelmében Hajdú-Bihar megyében a 24 mandátumból a Fidesz-KDNP 14 mandátumot szerzett, a Jobbik 6-ot, az MSZP 3-at, míg a DK 1-et. Megyei közgyűlési listás szavazólap is volt kint a szavazóhelyiségben, itt lényegében megyei listákkal szavaztak a választópolgárok, ezek a szavazókori jegyzőkönyvek beérkeztek hozzánk a választás éjszakáján, ezzel nekünk teendünk nem volt. Ezeket a jegyzőkönyveket a tegnapi napon én eljuttattam a debreceni területi választási irodához, az összes településről be fognak ezek a szavazókori jegyzőkönyvek érkezni, és a területi választási bizottság ez alapján fogja majd a megyei közgyűlés összetételét megállapítani. Szintén ezen a napon választották meg a nemzetiségi önkormányzat képviselőit is. A roma nemzetiségi kisebbségi önkormányzatnál 12 helyi jelöltre lehetett szavazni, ahol a következő 3 jelölt nyert. A nemzetiségi választáson 12 jelölt szerepelt a szavazólapon, és 3 képviselőjük lehet a nemzetiségi önkormányzatnak. Ez azért 3 főben lett megállapítva, mert amikor a választást kitűzték 2014. július 29-én,
akkor a roma nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma kevesebb volt, mint 100, és azt mondja ki a törvény, hogy így 3 főből állhat a képviselőtestületük. Akkor 3 roma nemzetiségű önkormányzati képviselő lett a testületnek a tagja, Varga János, Farkas András és Kovács Gyula, ami azt jelenti, hogy ők 3-an kapták a legtöbb érvényes szavazatot a 12 jelölt közül. A választás napján Püspökladányban több mint 12 000 választópolgár összesen 8 választókerületben 16 szavazókörben voksolhatott, ahol közel 100 szavazóküli delegált dolgozott. A voksolás rendben zajlott, semmilyen bejelentés nem érkezett a helyi választási bizottság felé. Az eredmény megállapító határozat ellen 3 napon belül lehet jogorvoslattal élni, azaz október 15-éig, ezt követően pedig az alakuló ülés után megkezdheti munkáját a következő 5 évre Püspökladány város új képviselőtestülete. Hál' Istennek nem volt rendkívül esemény, tehát azt lehet mondani, hogy rendben, szabályosan megtörtént a szavazás. A helyi választási bizottsághoz sem érkezett a választás napján semmilyen bejelentés a választásokkal összefüggésben, tehát ilyen szempontból most még az a dolog áll előttünk, hogy szerdán 16 óráig érkezik-e be bármilyen jogorvoslat, vagy sem. Ha nem érkezik be, akkor a képviselők részére a helyi választási bizottság 3 napon belül át kell, hogy adja a mandátumot, illetve, mint mondtam, a kompenzációs listás eredményt megállapítja, és ezt követően pedig majd sor kerülhet az alakulóülésre.